Tíz. Hideg este köszöntött rájuk, megmosdottak a jövevények, a nők nekiláttak, hogy megmagyarázzák, megágyazzanak a kijelölt szobában. Surocska öntudatlanul megszokta, hogy gyermeknyelvű aranymondásai lelkes fogadtatása találnak a felnőtteknél, és hogy kedvükben járjon, lelkesen és boldogan hordott össze hetet, havat, és rossz hangulatban volt. Mert ma nem volt sikere a fecsegésének, senki se figyelt oda. Mérges volt, hogy a fekete kis csikót nem vitték be magukkal a házba, és mikor rákiáltottak, hogy maradjon nyugton, bőgni kezdett attól tartva, hogy mint rossz és meg nem felelő kisfiút visszaviszik a gyerekboltba, ahonnan elképzelése szerint világra jövetelekor a szülői házba vitték. Őszinte riadalmáról felhangon is beszámolt a környezetének, de kedves szamárságaival most nem érte el a megszokott hatást. A felnőtteket feszélyezte az érkezés, az idegen ház sietősebben mozogtak, mint máskor. Némán gondjaikba merültek. Surocska rosszalkodott és duzzogott, ahogy a dajkák mondják. Megetették, és nagy nehezen lefektették. Végre elaludt. Nyusát Mikulicinék Usztyinyiába vitték a konyhába vacsorázni, és beavatta a ház titkaiba. Antonina Alexandrovnát és a férfiakat hívták már az esti teához. Alexander Alexandrovics és Yuri Andreevics egy pillanat türelmet kértek, és kimentek a tornácra levegőzni. Mennyi csillag, mondta Alexander Alexandrovics. Sötét volt, két lépésre álltak egymástól a tornácon, de nem látták egymást. Hátulról a ház mögül lámpafény hult a szakadékba az ablakból. A fénypászmában páráltak a bokrok, fák és még meg annyi valamilyen felismerhetetlen tárgyak a nedves hidegben. A beszélgetőket nem fogta be a fénysáv, még jobban megsűrűsítette körülöttük a sötétséget. Holnap már reggel meg kell néznünk azt a melléképületet, amit ajánl nekünk, és ha lakható, rögtön nekiállunk a javításnak. Míg rendbe hozunk egy zugot magunknak, a tala is felenged, átmelegszik a föld. Akkor aztán tüstént vetéshez látunk. Úgy rémlik, mintha a beszélgetés közben vetőburgonyát ígért volna. Vagy rosszul hallottam? Nem, nem. Ígért. És más vetőmagot is. Magam is hallottam. Azt a kis házat, amit felajánlott, láttuk útközben, mikor átjöttünk a parkon. Tudja, hol? A kertek alatt, ahol az udvarházhoz tartozó kis épületek vannak, sűrű csalán közt. Azok faházak, de ez kőből épült. Mutattam a szekérről, emlékszik? Ott ásnám a veteményes ágyásokat is. Szerintem virágos kert is lehetett ott. Messziről úgy rémlett, lehet, hogy tévedek. Az ösvényeket ki kell kerülni, ki kell hagyni, de a régi virágágyak földjét nyilván alaposan megtrágyázták, dús televény van bennük. Holnap meglátjuk. Nem tudom, biztosan szörnyen benőtte a gaz a földet, és kemény, mint a kő. Kellett lennie veteményesnek az udvarház mellett. Talán megvan az a földdarab, és üres is. Holnap minden kiderül. Errefelé még alig, hanem talajmenti fagyok vannak reggelente. Éjszaka egész biztosan fagyni fog. De jó, hogy már megérkeztünk, itt vagyunk. Gratulálhatunk egymásnak. Jó itt. Nekem tetszik. Nagyon rokonszenves emberek, különösen a férfi. Az asszony affektál egy kicsit. Elégedetlen magával, valami nem tetszik neki magában. Innen az a fáradhatatlan, álzsörtölődő fecsegése, mintha sietne elvonni a figyelmet a külsejéről, elejét venni a kedvezőtlen benyomásnak. És az, hogy elfelejti levenni a kalapját, a hátán hintáztatja, az se szórakozottság. Csak ugyan jól áll neki. Azért most már menjünk be, itt ragadtunk, nem való. Após és vő a kivilágított ebédlőbe menet, ahol a függőlámpa alatt a kerekasztalnál szamovár mellett üldögéltek a háziak, Antonina Alexandrovnával és teát iszogattak, átvágtak a sötét jószágigazgatói irodán. A szakadék fölében nyíló takolatlan üvegablaka elfoglalta az egész falat. Az ablakból, mint az orvos még világosban, megfigyelte, messzire el lehetett látni a szakadékon túl, arra a síkságra, amelyen vak áthozta őket. Az ablaknál faltól falig érő, nagy műszaki tervező vagy rajzolóasztal állt, rajta volt a vadászpuska széltében, középen, s még jobban kiemelte a tőle jobbra és balra folytatódó asztal nagyságát.
Jurij Andrejevics áthaladva a dolgozószobán, most újra irigykedve szemlélte a széles kilátást nyújtó ablakot, a hatalmas és jól elhelyezett asztalt, a tágas és alkalmasan berendezett szobát, és ez volt az első, ami valóságos felkiáltás gyanánt kitört belőle. Mikor Alekszandr Alekszandrovicsal beértek az ebédlőbe, a teázóasztalhoz. Micsoda nagyszerű helyek vannak itt maguknál, és milyen remek dolgozószobája van, élhető, munkára serkentő. Pohárban vagy csészében szereti, és erősen vagy gyengén. Nézd, Gyurocska, hogy micsoda sztereoszkópot fabrikált az Averszky Sztyepánovics fia gyerekkorában. Még most is gyerek, nem nőtt be a fejlágya, bár egyik tartományt a másik után hódítja vissza a szovjet hatalomnak a komaktól. Micsodától? A komaktól. Az mi? A szibériai kormány hadserege, amely az alkotmányozó nemzetgyűlés hatalmát támogatja. Egész állónap csak a maga fiának dicséretét halljuk, igazán büszke lehet rá. Ezeket a kettős sztereó látképeket az uráról szintén ő csinálta, maga készítette objektívval. Szaharinnal készült ez a lepény? Nagyon finom. Dehogy is! Szaharin ebben a vadonban a legvalódibb cukor. A tájába is a cukortartóból tettem. Észre se vette? De igen, csak ugyan. A fényképeket néztem. És ugye a tea is igazi. A legfinomabb, persze. Honnan van? Hát, a terülyasztalkámról. Egy ismerősömtől. Ilyen mai közéleti személyiség, nagyon baloldali meggyőződésű, a kormányzósági népgazdasági tanács képviselője. Fát szállít tőlünk a városba, és hoz nekünk darált vajat, lisztet az ismerettség révén. Sziverka, így hívta Averkit. Sziverka, add közelebb a cukortartót. De most mondja meg, kíváncsi vagyok, hogy mikor halt meg Gribajedov. Úgy emlékszem, 1795-ben született, de hogy mikor ölték meg, azt már nem tudom pontosan. Még egy kis teát? Köszönöm, nem kérek. Na most ezt. Mondja meg, mikor és mely országok kötötték a Nimwegeni békét? Nem, ne gyötörd már őket, Lenocska. Hadd szuszogják ki magukat a nagy út után. Most tudják, mit kérdezek? Sorolják fel, legyenek szívesek, hogy milyen fajtáit ismerik a nagyítóüvegnek, és hogy mikor kapunk valódi fordított, egyenes és virtuális képet. Honnan vannak magának ilyen beható fizikai ismeretei? Volt Jurjatyinban egy nagyszerű matematikus, két gimnáziumban tanított, a fiú gimnáziumban meg nálunk, hogy az hogy magyarázott, mint egy isten, mintha csak megrágná és a szájunkba adná. Antyipov. Egy itteni tanárnő volt a felesége, a kislányok bolondultak érte, mind szerelmes volt bele. Jelentkezett önkéntesnek, kiment a frontra, nem jött vissza, elesett. Azt beszélik, ez az Isten ostora és büntetése. Ez a Strelnikov komisszár, ez maga, a feltámadtán Tyipov. Persze csak legenda, nem valószínű. Különben, hát, mit lehet tudni? Minden lehetséges. Még egy csészével? 9. rész, Varikino. 1. Télen, mikor több volt az ideje, Jurij Andrejevicsnek különféle feljegyzéseket kezdett vezetni. Felírta ezt is. Nyaranta hányszor mondta volna Tyutyevvel az ember, micsoda nyár van. Vajon miért? Miért lehet részünk most ebben a csodában? Csak úgy, hogy kaphattuk meg ezt? Micsoda boldogság, ha az ember magára meg a családjára dolgozik hajnaltól napestig. Hajlékot emel, megműveli a földet, hogy élelme legyen, megalkotja a maga világát, mint Robinson, utánozza a mindenséget teremtő teremtőt, édesanyja után újra és újra világra hozza magát. Mennyi gondolat járja az ember fejét, mennyi újat elgondol, míg a keze izommunkát, fizikai munkát, napszámos munkát vagy ácsmunkát végez, míg okos feladatokat állít a teste elé, amelyeknek megoldása örömmel és sikerrel jutalmazza, míg 6 óra hosszat egy végtében farag valamit a baltával, vagy ássa a földet a szabad ég alatt, amely áldott leheletével perzseli a testét. És nem veszteség, hanem nyereség, hogy ezeket a futólag és egyszerre felvillanó röpke gondolatokat, sejtelmeket és megközelítéseket nem veti papírra, hanem elfelejti. Te városi remete, aki erős kávéval vagy dohánnyal korbácsolod fel lankadó idegeidet és képzeletedet, nem ismered a legerősebb narkotikumot, a leplezetlen szükséget és a rendíthetetlen egészséget.
Nem lépek túl azon, amit mondtam. Nem hirdetem a Tolsztoj János paraszti egyszerűséget, a földhöz és a földhöz való visszatérést. És nem töröm a fejem, hogy az agrárkérdésben mit módosíthatnék a szocializmuson. Én csak megállapítom a tényt, és nem foglalom rendszerbe a mi véletlen sorsfordulónkat. Vitatható a mi példánk, és nem alkalmas tanulságok levonására. A mi gazdaságunk összetétele nagyon nem egynemű. Csak kis része, a zöldség és krumpli ellátásunk származik a magunk kezemunkájából, minden egyéb más forrásból. Törvénytelenül használjuk a földet, titkoljuk az álomhatalom nyilvántartása előtt. Hát, hogy fát vágunk az erdőben, az lopás. Nem menti, hogy az állam zsebébe nyúlunk, amely azelőtt Krügereké volt. Mikor Lécen elnézése leplez bennünket, aki nagyjából maga is így él, a távolság ment meg bennünket, az, hogy messze vagyunk a várostól, ahol szerencsére még mit sem sejtenek a csínyeinkről. Lemondtam az orvosi gyakorlatról, elhallgatom, hogy orvos vagyok, nem akarom veszélyeztetni a szabadságomat. De mindig akad egy jó lélek a világ végén, aki kinyomozza, hogy Varikinóban megtelepedett egy orvos, és akkor 30 versztárról is eljönnek ide tanácsért. Az egyik egy tyúkocskával, a másik tojással, a harmadik egy kis vajjal, vagy valami mással. Akármilyen nyersen utasítom vissza a honoráriumot, nem lehet lerázni őket, mert az emberek nem hisznek az ingyen tanács hatékonyságában. Úgyhogy az orvoskodás is hoz valamit, de legerősebb támaszunk nem csak nekünk, Mikulicinéknak is, Szemgyevjetöv. Felfoghatatlan, hogy mennyi ellentmondást meg nem fér ebben az emberben. Őszinte híve a forradalomnak méltó arra a bizalomra, amellyel a Jurjatyinyi város szovjet van iránta. Teljhatalma lévén rekvirálhatná, elszállíthatná a varikinói fát úgy, hogy még csak nem is szól se nekünk, se Mikulicinéknak, még a szemöldökünket se vonhatnánk össze másfelől, meglophatná az álomot, ha úgy tetszene neki, nyugodtan zsebrevághatna bármiből, amennyit csak akar, meg se nyikkanna senki. Nem kell senkivel osztoznia, nem kell senkit megvesztegetnie. Mi készteti hát, hogy gondoskodjon rólunk, segítsen Mikulicnékon, támogasson minket, mindenkit a körzetben, mint például a torfélnei állomásfőnököt. Szüntelenül utazgat, szerez valamit, elhozza egyként lebilincselően, elemzi, értelmezi Dosztojevszki ördögökét és a kommunista kiáltványt. És azt hiszem, ha nem bonyolítaná az életét ilyen feleslegesen, meggondolatlanul és szembeszökően, meg is halna unalmában. 2. Valamivel később azt jegyezte fel az orvos. Az urasági ház hátsó részében rendezkedtünk be két szobában. Egy fa túltalék épületben, amelyet Anna Ivanovna gyerekkorában Krüger a finom személyzetnek tartott fenn, a házivarrónőnek, a házvezetőnőnek és a kiszolgáltatójának. Rozzant ez a kis hajlék. Elég gyorsan kijavítottuk. Hozzáértők segítségével akartuk a két szobába szolgáló kályhát. Ahogy most áll, több meleget sugároznak a görbületei. A partnak ebben az ugában a mindent elborító új növényzet eltüntette a régi kertrend nyomait. Most télen, hogy körös körül minden megdermedt, és az eleven nem fedi el a holtat, jobban látszanak a hóval befújt régi vonalak. Szerencsénk volt, száraz meleg ősz volt. Még az esők meg a hidegek beállta előtt sikerült kiásnunk a krumplit. Visszaadtuk Mikulicnéknak, amivel tartoztunk, és még így is maradt, vagy 20 zsákkal, bent van mind a legnagyobb, elrekesztett veremben, felülről, a padló szintnél magasabban, szénával, régi rongyos takarókkal betakarva, ugyancsak a föld alatt helyeztük el a két hordó uborkát. Amit tonya tett el, meg ugyanannyi káposztát, azt is ő savanyította. A nyers káposztát a támasztó oszlopokra aggattuk, kettessével kötözve össze a káposztafejeket. A sárgarépa készletet a száraz homokba ástuk, ott a betakarított retek, cékla és petrezselyem gyökér is elegendő mennyiségben, és odafenn a házban van egy csomó borsó meg bab. A fás színbe behordott tüzelőfa kitart tavaszig.
Szeretem télen a föld belsejének meleg leheletét, gyökérföld és hószag csapja meg az orromat, ahogy felemelem a pince csapóajtaját kora reggel, még a téli viradat előtt a gyenge, már-már kihunyó, alig világoló lángocskával a kezemben. Kilépek a színből, még most se pirkad, megcsikordítom az ajtót, vagy véletlenül eltüsszentem magam, vagy csak a hó csikorog a lábam alatt, és a távoli veteményes ágyasból, ahol káposztatorzsák merednek ki a hóból, kiszöknek, és elmenekülnek a nyulak, lendületes lábnyomaikkal keresztül kasul, kiuggatva körös körül a hó, és a környéken sorban felugatnak a sokáig, ugatnak a kutyák. Már korábban elkukorékolták a magukét az utolsó kakasok is, ez már nem az ő idejük, és világosodik. A nyúlnyomokon kívül hiúznyomok is szegdelik a beláthatatlan havas síkságot, lyuk után szép rendesen, mint a gyöngyfüzér. A hiúz úgy jár, mint a macska, egy sorban, a maga nyomába lép. Azt mondják, egy éjjel sok versztás utat is megtesz. Csapdát állítanak neki, kaptányt, ahogy itt nevezik. Hiúz helyett szegény mezei nyulak esnek a csapdába is, mire kiveszik őket, megfagynak, megdermednek, félig betemeti őket a hó. Eleinte, tavasszal meg nyáron nagyon nehéz volt, alig bírtuk erővel. Most a téli estéken pihenünk. Körülüljük a lámpát, ám filmnak, hála, aki ellát bennünket petróleummal, a nők varnak vagy kötnek, én vagy Alexander Alexandrovics felolvasunk, és a tűz, én, mint régen elismert fűtő, vigyázok, hogy idejében elzárjuk a szelelőt, nehogy elillanjon a meleg. Ha akad le égetlen zsarátnok, amely hátráltatja a fűlést, kiveszem, talpig füstben kiszaladok vele, kidobom jó messzire a hóba, szikrát hányva, fáklyaként repül a levegőbe, bevilágítja az alvó fekete parkszegletet, a négyzet alakú fehér tisztásokat a hóbuckába hull, és sziszegve kialszik. Újra és újra felolvasuk a háború és békét, az anyagint, az elbeszélő költeményeket, orosz fordításban Stendhal vörös és feketét, Dickens két város történetét és Kleist rövid elbeszéléseit. 3. Tavasz felé azt írta az orvos. Azt hiszem, Tunya más állapotban van, mondtam neki. Ő nem osztja a feltételezésemet, de én biztosra veszem. Engem nem csalnak meg a nehezebben megfogható jósló jelek se, még mielőtt a vitathatatlanabbak megmutatkoznának. Megváltozik a nők arca. Nem mondhatni, hogy megcsúnyult volna, de eddig ő uralkodott a külsején, és most kicsúszik az ellenőrzése alól. Ővele rendelkezik a jövő, amely majd kijön belőle, bár nem egészen ő. A fizikai rend felbomlásában mutatkozik meg ez a nőknél, hogy kikerül a küllemük a felhatóságuk alól. Arcuk elveszi a ragyogását, bőrük eldúlvol, és a szemük is másképp fénylik, nem úgy, ahogy ők akarnák, mintha már nem irányítanák ezt az egészet, elhanyagolnák. Mi Tonyával sose távolodtunk el egymástól, de ez a munkás év még közelebb hozott bennünket egymáshoz. Megfigyeltem, milyen ügyes, erős és fáradhatatlan Tonya, milyen okosan válogatja össze a munkákat, hogy váltogatásukkal minél kevesebb idő vesszen kárba. Én mindig is azt tartottam, hogy minden fogantatás szeplőtelen, hogy ebben az Isten anyára vonatkozó dogmában az anyaság általános eszméje fejeződik ki. Minden szülő anyán ott a magány, az elhagyatottság, a magára utaltság lenyomata. A férfinak annyira semmi dolga a pillanatoknak ebben a leglényegesebbikében, mintha a fogantatásnál se lett volna ott, mintha az egész az égből hullott volna alá. A nő maga hozza a világra utódját, maga húzódik vissza vele a lét hátterébe, ahol csend van, ahová félelem nélkül oda teheti a bölcsőt, ő táplálja és neveli szótlan alázattal. A szűzanyát így kérik, imádkozz buzgón fiathoz és Istenethez. Ezt a zsoltár töredéket adják a szájába, örvendezik az én lelkem, az én üdvözítő Istenemben, mert rátekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára, mert íme mostantól fogva boldog nap mondanak engem minden nemzetékek. A kisdedéről beszél, az az ő dicsősége, mert nagy dolgokat cselekedett velem a hatalmas. Ő a felmagasztalása, minden nő elmondhatja ezt, a gyermekben van az Istene, a nagy emberek anyjának ismerős lehet ez az érzés,
De kivétel nélkül minden anya, nagyember anyja, nem tehetnek róla, ha aztán az élet megcsalja őket. 4. Folyton az ányegint olvassuk, meg az elbeszélő költeményeket. Tegnap itt volt Ánfim, ajándékokat hozott, ínyenc falatokat eszünk, világítunk. Végeérhetetlen beszélgetések a művészetről. Régi gondolatom, hogy a művészet nem áttekinthetetlenül sok fogalmat és szerteágazó jelenséget felölelő kategóriának vagy tartománynak a neve, hanem épp ellenkezőleg egy szűk és sűrű valami, egy alaptételnek a megjelölése, amely része a művészeti alkotás alkotó elemeinek, a belefoglalt erő vagy feldolgozott igazság megnevezése, és sohasem éreztem úgy, hogy a formában, a formai tulajdonságokban lakik a művészet, inkább, hogy titokzatos és rejtett része a tartalomnak. Nekem ez olyan világos, mint a nap, minden ízemben érzem, de hogy mondjam el, hogyan fogalmazzam meg ezt a gondolatot? Sok mindennel szól a mű, tárgyával, helyzeteivel, történetével, hőseivel, de legbeszédesebben a művészet jelenlétével. Bűn és bűnhődés lapjain jelenlévő művészet megrázóbb, mint Raskolnikov bűne, a hősember művészete, az egyiptomi, a görög, a mieink. Sok ezer éven át valószínűleg ugyanaz a művészet maradt, művészet egyes számban, egy gondolat, egy tétel az életről, amelyet mindent átfogó gazdaságban nem lehet különálló szavakra bontani, és ha ennek az erőnek egy szemerje belekerül egy bonyolultabb keverékbe, a művészet adalék jelentőségben felülmúlja az összes többit, és lényegévé, lelkévé, alapjává válik az ábrázolásnak.